Először nyílt lehetősége az ellenzéknek az új ciklusban, hogy azonnali kérdést tegyen fel a miniszterelnöknek. A képviselők ki is használták a lehetőséget. A szocialista harangozó Tamás a felcsúti kisvasútról, még a Párbeszédes Tordai Bence az EU által kilátásba helyezett gigabüntetésről kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt. Harangozó Tamás itt van a stúdióban, ahogy az előbb mondtam, mutatom most először egy rövid összefoglalót önöknek. Drága miniszterelnök úr, népünk fényes tekintetű vezetőjeként kérem, hogy válaszoljon néhány kérdésre. A szocialisták képviselője úgy fogalmazott, nem tudja eldönteni, hogy a miniszterelnök becsapja-e az embereket, vagy kollégái folyamatosan félretájékoztatják. Tudta-e, hogy miközben ön a felcsúti kisvasút meghosszabbításával bíbelődik, és reméljük egyszer el fog érni Parndorfig is, hogy mindenki boldog legyen a faluban, a Pécs-Budapest vasút vonalon a menetidő mára meghaladja az 5 órát is. Jól tettem, hogy Bécs-Budapestet mondott? A Bécs-Budapest vasúton most utaztam nem olyan rég, az 5,5 óra, mint becsapták. Rossz vonatra szállt, legközelebb ellenőrizze a menetjegyet. Vállalja-e az úgynevezett miniszterelnök a felelősséget azért, hogy Magyarországot most a közeli napokban, hetekben 100 milliárd forintra, hamarosan pedig 2 billió forintra fogják megbüntetni? Orbán Viktor elmondta, a következő uniós költségvetés megalkotása most zajlik. Mivel még nem kapott Magyarország ebből pénzt, ezért szerinte nincs mit elveszíteni. Harangozó Tamás, tehát itt van a stúdióban, ebben az unikális, ritkán adódó lehetőségben volt tehát önöknek tegnap részük, és éltek is vele. Milyen válaszokat kaptak azokon a frappáns apró kiemeléseken túl, amiket ebben a rövid összefoglalóban meg tudtunk mutatni. Jó reggelt kívánok! Igen, 4 kérdést tettem fel a miniszterelnöknek. Az első az volt, hogy a kafetériát miért veszik el az emberektől, azoktól a fogalmaztam pont azoktól a munkásoktól többek között, akivel ilyen spontán PR fotókat készített a miniszterelnök múlt héten az épülő új népstadion építkezésén. Megkérdeztem tőle, hogy amit be is vágtak egyébként, hogy tök jó, hogy kisvasutat hosszabbítgatunk jobbra-balra, de hogy effektíve Pécsről nem lehet feljutni ma már Budapestre vonattal, mert azt gondolom, hogy aki a mai világban 5,5 órát arra száll, hogy egy vonaton zögykölődjön, az inkább valószínűleg el sem indul, hiszen aznap akkor már semmit nem tud csinálni. Ez egyszerűen miniszterelnök azt mondta, hogy ön rossz vonatra száll. Igen, mert Bécset értett valami rejtélyes oknál fogva, ez sok mindent elárul egyébként szintén róla. Valószínűleg azt is, hogy tényleg fogalma nincsen, hogy nem lehet Pécsről. Pécs nevű város egyébként van. Ez az 5. legnagyobb vidéki város a Magyarországnak. Gyakran az egyik legdurvábban leszakadó, eladósított és tönkretett egyébként, konkrétan a Fidesz által tönkretett város. Oda jártam egyetemre, most volt a 15 éves évfém találkozunk, és szomorú volt látni, hogy árnyéka sem önmagának az a város, mint 15 évvel ezelőtt volt, de most ez egy nagyon konkrét kérdés volt egyébként. A miniszterelnöknek fogalma nincsen valószínűleg erről sem. És mi volt a további kettő? Az egyik szerintem nagyon fontos kérdés, amire egyáltalán nem reagált, és nagyon csodálkozom, hogy az újságírók sem vették ezt észre, nézzük. Pedig kétszer visszakérdeztem. Én szembesítettem Parlag László azon szavaival, miszerint nagyjából szó szerint idézem, a fehérbőrű, keresztény gyökerű munkavállalók gyakorlatilag elfogytak, ez nem útja és lehetősége annak, hogy a magyar munkaerőpiacon pótlásra kerüljenek a dolgozók, és egyébként elolvastam, miket mondott utána, mert ez jó, ha az emberek tudják, hogy napi azonnali prompt problémája a magyar gazdaságnak 90 ezer ember, és egyébként úgy rendszer szerűen egy ilyen 500 000 ember hiányzik a munkaerőpiacról. Nagyon érdekes, nem volt Parag Lászlónak ez a megjegyzése, valóban teljesen igazán, ez több napon ezelőtt történt, egészen igazán. Ja, és az 5 milliós miniszteri fizetésekkel szembesítettem még, miközben közel 60 ezer ember a közszférában, kórházakban, iskolákban, de akár ugyanabban a minisztériumban, ahol a kedves miniszter úr vagy hölgy mereszti a mereszteni valóját, na ott közel 60 ezer ember a minimálbérhez szükséges fizetés sem kapja meg a mai napig papíron, hanem bérkompenzációt kell kapnia, hogy azt a 138 ezer bruttót hazaviesse. Kérdeztem a miniszterelnököt, hogy ebben az esetben biztos, hogy indokolta 5 millióra emelni a miniszterek fizetését. Szerintem a válasz a döbbenetes volt. Mi volt a válasz? Vagy tényleg nem készült fel, és fogalma nincsen, mi történik, vagy tényleg direkt hazudik. Azt mondta, hogy nincs ilyen törvény a parlament előtt, hogy a miniszterek fizetését 5 millióra emeljék. Van, tájékoztatom őt is, meg az egész országot, hogy ő
ők nyújtották be. Mi a pontos szövegezésen? Nagyon fontos, ahogyan mondja, nézzük a részleteket. Akár 6 millió is lehet, akkor ha így vesszük, az a pontos szövegezés, egy ilyen kis trükköt játszanak, hogy az a miniszt, minden miniszter az ő alárendelt szerveinél, vagy ő által a felügyelt állami cégnek a vezetőjének a fizetését megkaphatja. Na most ugye több állami cégnek 5, illetve 6 millió forintos fizetése van a vezérigazgatójának. Tehát több cikk is született az elmúlt hetek, belemezve, hogy melyik miniszter jár jól, melyik nem. Nyilván igen. A gazdasági területtel foglalkozó miniszterek igen jól járhatnak, akik kizárólag közigazgatást felügyelő miniszterek valószínűleg kevésbé. De nem ez a lényeg, hanem vagy a miniszterünknek fogalma nincsen erről, vagy hazudott. Az utóbbit azért gondolom erőteljesebben valószínűnek, mert hogy az önök kollégája néhány perccel később a folyosón elkapta, az önök honlapján éppen ez egyik vezető hír, igen. És azt mondta neki, hogy majd ha odaérünk, megfontolom. Tehát 5 perc előtte pontosan tudta, hogy hazudik, amikor nekem azt mondta, hogy nincs ilyen törvény a parlamentben, és nem is tudja, hogy miről beszélek, miközben pontosan tudja. A törvény értelmében egyébként a miniszterelnök dönti majd el, hogy melyik miniszterének mennyi fizetést fog adni. A limit lesz a vezérigazgatói fizetés, még egyszer mondom, például aki a Magyar Villamos Műveket felügyelő tárcát vezeti, az biztos, hogy havi 6 milliót is kereshet, de nem is annyira ez érdekel engem, nem az, hogy vegyék már észre, hogy közben 60 ezer ember meg a minimálbért se kapja meg. Most már a 9. éve, amióta ők kormányoznak, illetve hát úgy kapja meg, hogy bérkompenzációt kell benne kapni. Van a költségvetési törvényben a köztisztviselők bérének a javítása. Ők alapvetően közalkalmazottak. A közalkalmazottai bértábla immáron 10-valahányadik éve, azt hiszem 2008 óta, a válság kitörése óta egyetlen fillére nem emelkedett. Ezért van az, hogy értsen, gondoljon bele, hogy vannak olyan emberek, akik 10-20-30 éve dolgoznak ott, és a minimál bért nem éri el a bejelentett fizetésük. Ezért bérkompenzációt fizetnek, a jövő évi költségvetésben 16,4 milliárd, tehát 6400 millió forintot költenek arra, hogy emberek legalább a minimálbérüket megkapják a közszférába. Én arra próbáltam rávilágítani egyébként, és nem azt vártam volna, hogy a miniszterelnök ezt letagadja, hanem legalább jelét adja annak, hogy elgondolkoznak rajta, hogy a közalkalmazotti bértáblához muszáj most már hozzanyúlni, mert ez így egyszerűen minősítetlen, és szerintem embertelen és méltatlan teljesen azoknak az 60 ezer embernek, akik a kórházainkban, az iskoláinkban dolgoznak. Csak nem megfelelő mértékben. Hát én nem tudom, mit értett meg, vagy mit nem, de nem szerintem... Megígérték. A... Ja, megígérték. Nem hallottam egy ilyet a válaszába egyáltalán, tehát ezt a 60 ezer emberes részt ezt teljesen skippelte. Az utolsó egy perce volt nagyon érdekes. És ugye ebből a szempontból el kell ismernem, hogy volt egy őszinte egy perce, csak megint nem akarta senki meghalni ebbe az országba. Ugyanis a kafetéria elvételére először azt mondta, hogy nem. Most 44%-a megadóztatják a kafetéria juttatást, aminek az a lényege, hogy adómentesen lehet embereknek adni valamit, tehát ezért adják. Magyarul ez kuka, mindenki megírt, hogy a cégek nem fognak jövőre adni. Ez effektíve felér azzal, hogy a 10-12%-os béremelést, ami az elmúlt időszakban volt, valóban a gazdasági növekedéstől, így egy tolvonással az emberektől el fogják venni. És az utolsó egy percet mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa meg a miniszterelnöktől, mert a következőt mondta. Nagy gazdasági növekedés volt, nagy béremelés volt, de értse meg mindenki, hogy a magyar gazdaság teljesítő képességéhez mérten szabad ezt csak engedni. Magyarul teljesen egyértelműen elmondta, hogy igen, elveszük a kafetériát, mert túl nagy volt a béremelés. És bocsánatot kérek, azért ez nem szinonima, amivel most ön összefoglalt azt, amit a miniszterek mondta. Varga Mihály ugyanezt mondta, hogy válság lesz, olyan költségvetést kell történni. Készíteni. Ja, most értem, mert előre bemondják 20-szor, hogy válság van, attól az még nem megszorítás. Minden idő, legutóbbi, tehát szerintem egyébként a bokros csomaghoz mérhető megszorítás ez, amit most csinálnak. Majd egy év múlva beszélgessünk, és kérdezzük meg az embereket, akik majd nem kapják meg a lakbértámogatást, nem kapják meg mondjuk a diákhitel támogatást, nem kapják meg azokat a kafetériákat, amik havi szinten 5-10-20 ezer forinttal csökkentik majd a nettó fizetésüket, hogy akkor ők ezt most hogy élik meg. És ebből a szempontból mondom az utolsó egy percet a miniszterelnöknek, hogy bár sokan nem akarják vagy nem merik érteni, de ő effektíve tegnap tényleg bejelentette, hogy el fognak venni annyit, amennyi szerintük a gazdasági teljesítő képességünkhöz képest túl nagy béremelés történt az országban. Én szerintem érdemes értőfülekkel hallgatni ezt a kétszer két perc, meg kétszer egy perc, tehát annyira nem macerás végig hallgatni. Még egyszer mondom, nagyon
Nagyon szörnyű, hogy letagadta azokat, amiket letagadott, de szerintem még érdekesebb, hogy a végén gyakorlatilag bejelentette, hogy igen, megszorításokat fogunk végrehajtani. Mit kapott a Parrag-féle kérdéssel kapcsolatban válaszként? Az egy nagyon érdekes megjegyzés volt, ahogyan ön is mondta, hogy eltűnnek a fehér emberek a magyar munkaerőpiacról. Vajon ennek mi lesz a következménye Parrag Lászlóra nézve? Nézze, nem volt hajlandó válaszolni. Ez volt a negyedik kérdésem, amire a viszontválaszba is rákérdeztem, hogy értem, hogy ez a legkellemetlenebb miniszterelnök úr, de tessék, legyen kedves erre akkor is válaszolni. Akkor sem válaszolt, tehát úgy nem válaszolt, hogy még csak azt sem mondta, hogy nem kívánok rá válaszolni, mintha el sem hangzott volna. Fehér keresztény emberezni szerintem eleve gyomorforgató, és nem Parrag László kezdte el ebben az országban. De arra ő hívta fel a figyelmet, hogyha erre megy tovább az ország. És azt is mondta, hogy nem hogy a 4%-os növekedés, hanem egyáltalán növekedés megkérdőjeleződik a következő években, az pedig mindenkinek meg kell értenie, hogy ez nem valami világnézeti aggódás, vagy egy kormány-ellenzék vita. Hát ha nem lesz növekedés, sőt, akár megáll a növekedés, vagy csökkenés lesz, azt úgy fogják hívni utána, hogy megszorítás, hogy bércsökkenés, hogy nyugdíjcsökkenés, hogy válság. Tehát amikor például Parrag László, akit én nem igazán azok közé sorolnék, akit tisztelnék különösebben a mondatai meg a tevékenysége miatt, mert ha valaki csőkapitalista ebbe az országba is, mind a munkavállalók, mind a kis embereket gyakorlatilag semmibe nem nézi, akkor az ő. De a gazdaság szempontjából a nagyon komoly problémára hívta fel a miniszterelnök figyelmét, hogyha tovább nyomja ezt a süketelést, ami itt megy, migráncsolás, meg idegengyűlölet tekintetében, miközben a magyar gazdaság képtelen most már nem csak, hogy belülről kitermelni a munkaerőt, hiszen elmennek ráadásul a fiataljaink, hanem nincs is olyan utánpótlás, amivel a miniszterelnök álmodozik. Tehát most az, hogy Kelet-Magyarországon ezreivel dolgoznak már ukránok, de magyar gyárakban, az marha jó, csak még egyszer mondom, 90 ezer ember hiányzik most azonnal jelen pillanatban a munkaerőpiacról, az ezt nem fogja pótolni, és azt szerettem volna, hogyha a miniszterelnök mond rá valamit. Ezt nem az ellenzéknek kell megoldani, mert nem mi állítjuk azt, hogy itt egyrészt minden rendben van, másrészt pedig keresztény, fehér bőrű emberekkel itt majd megváltjuk a világot, és a jövőt magyarul fogják írni, hanem ő. Akkor erre mondjon valamit, hogy akkor hogy fogják magyarul írni a jövőt. Erre sajnos nem került sor, talán egy legközelebbi alkalommal. Hát, hogy a stratégiai fontosságú ágazatokban mennyire írják majd magyarul a jövőt, a nem magyar jövő helyett, az egy nagyon érdekes másik kérdés. Nemzetközi Mészáros Lőrinc törvényként kezd lassan elhíresülni Pintér Sándor miniszternek az most benyújtott ötlete, hogy a biztonsági érdekeket sértő külföldi befektetések ellenőrzését célzó törvény létrejöjjön, ellenőrzés alá vonnák a külföldi befektetéseket. Miért éri ez meg? Ki járhat ezzel jól a jövőben? Miért most kerül ez vajon napirendre? Nagyon jó, lenne még 10 percünk. Sajnos mínuszban vagyunk, okay, úgyhogy egy rövid nagyon választ mondom. A cél teljesen rendben van, nincs olyan épeszű ország, amik ne akarná megvédeni a nemzetbiztonságát és a gazdaság biztonságát olyan külföldi befektetőktől, akik esetleg manipulálni akarnak, vagy fölvásárolni olyan stratégiai üzletágakat, amiket Magyarország érdeke, hogy magyar kézbe legyen. Ez ugye a harmadik országról szól ez a törvény, tehát nem EU-s országokról. Igen. Oroszország, Egyesült Államok, Kína, csak mondjak három apró helyet. A probléma az, hogy a miniszternek személyes döntése lesz, hogy kinek engedélyezés, kinek nem. Nem szakhatóság, nem a Nemzetbiztonsági Hivatal fogja megmondani, nem az Energiahivatal, stb., hanem Pintér Sándor, vagy akit kijelölnek, majd attól függően éppen, hogy milyen kedve van. Na most ez egyértelmű visszaélésre fog okot adni, és azért Mészáros Lőrinc törvény utolsó félmondat, mert nem az lesz az érdekes, hogy kinek nem adja meg, hanem az, hogy kinek igen. Mostanában úgy zárok önnel interjúkat, hogy egy-egy nagyon fontos kijelentést tesz, amivel kapcsolatban szívesen hívom vissza, amikor annak újabb információ értéke van, úgyhogy köszönöm szépen, zárjuk most ezzel. Köszönöm a lehetőséget.